Sziasztok, Pala vagyok, és itt vagyok egy újabb live streammel, méghozzá nem mással jövök nektek, mint az Infraspace című játékkal, amit ugye tegnap bemutattam, kipróbáltuk itt nagyon-nagyon hosszan, kitartóan a Csíkbaróval, ezt a mai napon fogjuk folytatni, vagy hát újra kezdeni, nem is tudom. Amit még nem felejtek el, gyorsan belépek a szobába, és beállítom, hogyha jönne a Csíkbaró, akkor már ne legyen ezzel gond, illetve leállítom az ébresztő órát, hogy ami engem arra figyelmeztet, hogy előadást fogok csinálni a mai napon, úgyhogy, ja, azt szerintem ezt már tudjátok, és csak azért, hogy beléptem egy szobába, hogy ha amennyiben előkeveredik a Csíkbaró, ezzel már ne kelljen nekem menet közben csinálni, és akkor szerintem bele is vágunk a történetbe, hosszú építkezős, a beállításokban először is ezt a zenét kilövöm, mert ez most már kezd idegesítővé válni, és csinálok még, talán lehet, csinálok nektek valami háttérzenét, valami kis nyugisat, hogy addig is ellegyünk, és akkor utána nekiállunk világot generálni magunknak, mert azt is kell. Egyébként a YouTube-on a bemutatója a játéknak, az most délután 3 Tól fog minden nap érkezni, azt hiszem, 6 részben. Aztán ez a mai sorozat, ez ilyen kellemes, nem is tudom, mit mondjak nektek, kellemes október 26-át, kedves nézőink, akkor fog adásba kerülni a mostani felvétel kb. Úgyhogy így igen. Na, a hangtárból pedig előveszünk egy olyat, hogy legyen mondjuk a mi ez? Műfaj. Legyen mondjuk pop a műfaj, legyen forrás megjelölés nem szükséges, időtartam csökkenő sorrendben, hogy a 3 másodpercet kizárjuk, és mondjuk így elindítjuk, ne ijedjetek meg, mindjárt halkabb lesz. Így van, szia streamer KK, hello hello! Nem maradtál le semmiről, még csak most kezdünk el hangot beállítani, hogy így jó legyen nekünk a játék, és akkor... Tadá! Na, ez miért akar beállítani, mert hülye? A játék a háttérben fut be, persze a háttérben is fusson a játék. Ha kitabolok a játékból, attól még fusson. Ablakon kívüli egér, igen. Nem akarok fejlesztő módot, oktatóanyag az nem érdekel, zenét lekapcsoltuk, bla 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 bla, jó, oké. Új játék. Oké. A lakosoknak az igényeit azt levesszük alacsonyra, mert még mindig csak ismerkedünk. A járművek, hogy mennyi tárgyat szállítanak, nem különösebben érdekel senkit. Szia Danuka, hello hello! El akarom érni azt a szintet, ahova eljutottam tegnap, de egy picit jobban felépítve? Nem, én tovább akarok eljutni, mint ahova tegnap eljutottam. És marad ugyanez a map alapból. Technology is the pillar. Press escape to skip, igen, jó. Már nem akarunk mozit nézni, már láttuk a moziát is a játéknak. De nem az lenne a cél, hogy odáig jussak el, ahova tegnap jutottam el, hanem hogy így tovább jussunk el. Csak most okosabban fogunk neki menni a történetnek. Oké. Tehát az elején, amire szükségünk lesz, ugye azon túl, hogy utat építünk a szulfúr mellé, hogy beleépítjük az utat a szulfúrba, körülbelül, amiben belerakunk kémbányát. Meg belerakunk... Ez mi volt? Ez homokbánya volt? Akkor nem jó, nem jót raktam le. Kisbánya. Kémbánya. Jó, homokbánya. Akkor villanyoszlop, aha. Gyár van, betongyár. Igen. Áramból. Odarakunk egy
szexi villanytermelés, meg ide, hogy legyen elég áram, és emberből ezek most itt termelnek? Ezek úgy látom termelnek, lerakunk egy építőanyag raktárat, így nem túl messze a dolgoktól, oda. És akkor elméletileg indul a betontermelés, ebből leválaszthatjuk az első lakóterületünket. F-fel megyek lefelé, egy. Az első lakóterületeket leválasztjuk. Igazából véve nem is kell összekötni ezt a kettőt. Nem is kellett volna. Mert a lakózóna az ettől tök külön működik. Rakjunk errefelé el egy lakózónát, így ki a sivatagba. Az jó, nem? De hogy nem jó? Mondom én, hogy itt elzónázgatunk. Jó. Hat darab lakózóna. Valahol kell raknunk egy leszálló helyet, ahova a lakók be tudnak érkezni azért. Ez ilyen tök mindegy hova, csak legyen. Ezeknek az átkoknak kell áram. Igen, itt már egy fokkal rendezettebbnek tűnnek a dolgok. Jó, egyelőre berakunk nekik ilyen villanyos rendszerből egy ilyen minimálisat, hogy legyen nekik áramjuk. Aztán termelünk nekik olyat, hogy légkör. Légkört, meg oxigént kell nekik termelni. Mert ilyen igényesek, hogy kell nekik ilyen mindenféle cucc. Hogy szépen majd lerakod. Oké. És akkor azt mondja, hogy folyadékok. Légkör. Meg víz. Tessék? Nincs elég munkás. Na nem mondod. Arra gondoltál már, hogyha adnál nekik oxigént, akkor lenne elég meló. Mert azért nem költöznek be az emberek. 80 lakóhely van, de még egyelőre nincs elég oxigén, most mennek. Tempó föl. Jó, oké, termeljük az oxigént meg a vizet nekik. Ezt miért nem építette meg? Ja, meg ki volt jelölve? Oké. Jó, hát itt már jövögetnek az emberek, kapják az alapvető dolgokat. A kaját még nem tud kapni tényleg, mert ahhoz ki kell kutassák a kaját. Szuper. Visszajövünk ide, építőanyag van, kaja van. Meg kell várnunk, hogy kicsit nőjön a lakosság. Nincs, aki dolgozzon. Csíkbaró, mikor jön? Azt mondta, hogy 3 körül fog ide érni. De hogyha tud, akkor jön hamarabb is. És hogyha mindent jól állítottam be, remélhetőleg, akkor hallani is fogjátok, amikor jön. Igen, jól állítottam be Discordon, úgyhogy fog érkezni addig ő is, de megbeszéltük, hogy addig ott az alapokat meg kell csinálnom úgy is, meg lakosságot kell csinálnom, meg ilyenek. Úgyhogy, ja, kutatási laboratóriumba ez olaj és szén kombinációjával fog laboratóriumba előállítani dolgokat. Tehát itt van az olajmező, ide húzunk egy utat a közepére.
Így jó lesz. Oké, egyelőre még olajat fogunk szedni. Ez mondja, olaj. Legyen három olajmező kezdésnek, de nem ennyi lesz, vagy hanem ez így a kezdőkészlet. És tudományos csomagból kell nekünk egy olyan, hogy hülyén csinálod, onnan menje. Így. És tudományos csomaggyárból csinálunk kezdésnek mondjuk egy ilyen négyet. Tudom, hogy nincs áram. És annak szüksége lesz még szélre is. Ami úgy fog kinézni, hogy ezek a széngenerátorok, tulajdonképpen mehetnek ugyanarra az úttestre is, de inkább nem. Inkább nem. Így. Majd az utat bővítjük, és akkor csináljunk szenet, ami légkör oxigéngenerátor tulajdonképpen. Cool, és akkor áramot kell már csak elektromos rendszert ennek csinálni. Jó. Eddig jó, és akkor néhány erőművet elhelyezünk. Szélerőművet el kell helyezgetni itt, hogy termegessen nekünk itt áramot. Oké. Jön onnan az olaj. Onnan jönni fog az oxigén, nem a szén egyébként. És akkor termelünk tudományos kutatócsomagot. És ilyen parasztosan fogjuk felhasználni a tudományos kutatócsomagot, hogy kicsit tovább húzzuk ezt itt ki. És azt mondjuk, hogy ide az út végére el lehet hozni, de csak áramot kell egy keveset vezetni neki szerintem, de lehet, hogy még az se. Jó, kutatás, és akkor mehet a mezőgazdaság kutatás így hirtelen. Itt hogy állunk a dolgokkal? Igen, kaját nem tudnak termelni, mert honnan tudnának? Oxigénnel tele vagyunk, vízzel tele vagyunk. Befedeztük az egyszerű farmot. Út. A lakózónát egy kicsit ellátjuk élelmiszerrel, na. Kettő elég lesz szerintem. Azt mondja, hogy áram. Igen. Így ennyi. Jó, oda majd átviszik a vizet szépen, és akkor megoldódik a probléma. Egyelőre élelmiszert termelünk. Jó, kutatást kiválasztjuk. Azt mondja, hogy termeljünk ki fémet. Jó. Oké, fémtermelés, elektronika. Lehet, hogy fémtermelés után a fejlesztett szélerőmű napelem, és akkor relatívan napelemmel korlátlan, ja, de a zöld, akkor
Akkor marad az elektronika, alumínium, zöld kutatás. Igen. Valahogy így fogunk haladni, de majd meglátjuk. Minden esetre most jelen pillanatban a házak fognak tudni fejlődni, meg kapnak enni. És ez tök jó lesz nekik. Az építőanyag gyártásunk itt egyelőre fasza, mert lófas se kell neki, és egymásnak nem nagyon tudnak útba lenni. Oké. Közben felfedeztük a fém gyártást, meg az acélgyártást. Az acélgyár az nyers fémből, szénből, vízből és vasból tud dolgozni. Úgyhogy termeljük meg az elsőt, a nyers fémet. Az a tuti. Azt mondja, hogy lerakunk bánya, vasbánya. Még sárga. Ez nem vas? Ja, nem, az rész. Frontva, ez a vas, meg az a vas. Jó, oké. Nem? Akkor itt fogunk vasat. Vasatba zseválni. Egyébként kelleni fog majd a rész is egyszer, úgyhogy nem gond, csak... Jó van, na, véget ért a tutoriál, én értem. Azt mondja, hogy vasbánya. Egy, kettő, három vasbánya kezdésnek kell. Ide lerakunk egy olyat, hogy acélgyár. Jó. Gyártoljunk acélt ott. Acélgyár. Egy, kettő. Kettő elég lesz, nem kell túlzásba esni, így is kevés a lakosságunk. Jó. De lerakunk egy építőanyagra, nem kell meg kicsi, nagy, tök mindegy, csak abba hordják bele, az a lényeg. Építőanyagraktár. Ahhoz leágazásba csinálunk neki. Csinálunk neki ezen az oldalon egy, mi kell ebbe? Nyersvas, víz meg szén. Tehát szükség van légkörgenerátorra is, meg vízgenerátorra is. Szuperszónikus, indulhat a kócmadlagozás. Egyszer. Áll az időm? Lefagyott a játékom? Lefagyott a játék, egy picit. Jó. Bányászunk és építkezünk egyszerre. Megszedünk szemet, meg ilyenek. Ha a szén megérkezik a vasgyárba, akkor az is meg lesz. Viszonylag gyorsan az alapokat azért itt meg lehet csinálni. Áramunk van elegendő egyenlőre. Még most nem globális az rendszerünk, de majd az lesz. Jó. Kutatás? Megy valami? Mondom, nem. Most fog. Úgy lehet látni, ahogy szépen a kutatási anyagok így mennek be. És csináljuk meg a dolgokat. Mindegyikből ki fogják jönni a kocsik. Némi forgalmi helyzetet előteremtve ezzel természetesen.
Ez az egyes szintű kutatás, tesz. Pikka-pakka, meg is van a rézványa, elektromos modul, stb. Meg háztartási gép, amire szükségünk lesz nagyon rövid időn belül, az az alumínium, és akkor gyártsunk háztartási gépet. Azt mondja, hogy az iparnál megjelenik az alacsony szín, áramkör, ami réz meg vas, ugye ez a kettő, lesz majd a műanyag, ami olaj, meg lesz majd a háztartási gépgyár, ami az áramkör és a műanyag. Tehát, amire most szükség van, az először is egy műanyaggyár, nem is olyan nagyon kicsi tételben. Menjél lejjebb egyel, úgy. Azt mondja, hogy gyártó, alacsony szint, műanyag. Igen. Kettő. Ez a rotálás nem megy még ma neki. Három. Jó. Műanyagipar. Egyszer lesz itt műanyag. Jó van, értem én, hogy tudunk bányászni olyat is. Aztán... ha megvan a műanyag, akkor szükségünk lesz bauxit bányára, ami alumóniumot fog termelni. Ez az? Nem ez a réz? Arra is szükségünk lesz egyébként. Három darab rézbányát elhelyezünk, ennek is csinálunk áramot. Nincs elég áram, jó, oké, majd lerakunk akkor egy pár ilyen pörgettyút. Hova nem akarok építkezni? Most errefelé nem fogunk építeni. Aztán majd, ha útba lesz, lebontjuk, meg kap majd napelemet, de egyelőre most... igen, hát itt az ipari zóna megette az áramot, ez annyira nem meglepő. De ezek nem dolgoznak? Elvileg... ebben kéne? Nincs ember. Jó, oké. Ez a jobbik helyzet. Zöld kutatást kikutatom. Igen, háztartási gép még egy darabig nem lesz. Azt mondja, hogy alaplakó helyet. Azt viszont tudunk letenni. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Így megdupláztuk. Tudunk vegyszerlabort is csinálni, mert felfedeztük a zöld tudományos csomagot. Jöhet ezen túl, akkor majd a betonutakat még nem, de számítógépeket tudunk kutatni. Lakosság elindult már? Legalábbis látszólag úgy látszik, hogy jönnek befelé, oké. Maximum 152, ez még mindig karcsú lesz.
újabb lakóblokkoknak prezentálunk helyet. Ők miért nem tudnak, miért nem csatlakozik úthoz? Ő csatlakozik úthoz, őt meg mindjárt meggyőzzük róla. Ezt az utat lebontom. Kicsit bénázok, de... De azért meg lesz az. Úgy. Azt mondtad, hogy összekötöd az úttal, most meg az útra panaszkodsz, gyökér. Ott az út, ott megy. Innen látom. Szórakozz mással. Tessék vinni neki oda oxigént, meg csinálni nekem dolgozó munkásokat, mert hogy itt már elkezd elfogyni minden. Jó, fasza. Na, azt mondja, hogy itt műanyagot gyártottunk. A háztartási géphez áramkört kell gyártani, tehát rezet kell bányászni. Felfedeztük a mikroklip gyárat, de mi még a részbányászat. Nyers részből és vasból termelünk magunknak áramkört. Jó, út. Ugye az a vas, az a rész, a kettő között félúton fogunk egyet alkotni. Azt mondja, hogy áramkör, elektromos áramkört fogunk itt. Négy darab elegendő lesz. Elég volt az előző játékunkban is egyébként az elején a négy darab, úgyhogy... De most eléggé fejleszthető szinten hoztuk. Jó, oké. De nincsen jobb utam, bakker. Jó. Akkor csináljátok. Jó, és akkor ezt az áramkört, meg azt a műanyagot kell összehoznunk, hogy oda elvitjük. Na igen, itt jön be az, hogy kutatási szinten jelenleg össze akarja velünk köttetni ezeket a dolgokat. Azért, hogy nem tudom miért, azért mert szopat leginkább. Mindegy. Ideiglenesen összekötjük a műanyagot. Majd lebontjuk az utat. Meg kell építenünk ezt az utat sajnos azért, mert itt közlekedik el majd a gyárunk. A gyárunkhoz így tud elvinni bármit is. Jó, összekötöttük a műanyagot, meg a... hát igazából az egészet összekötöttük kolóniává, de majd ez vonattal lesz megoldva. Ez az út, ez csak ilyen, nem is tudom, tartalékos. És akkor valahol... Egyébként egy ilyen... A várostól nem túl messze, de nem is benne a városban, nem vasércés, főleg nem kémiai. Kémiai lelőhelyen főleg nem építünk. Hát ide berakjuk mondjuk valahova az új...
háztartási gépgyárunkat. Szia, Yakuza! Ez a játék nyomokban egy kis Voxel Tycoont is tartalmaz? Szerintem nem. Nem a Voxel Tycoonra hasonlít. Pillanat, háztartási gépgyár. És ebből egy, kettő, három, egy, négy darab kezdésnek jó lesz. Lakosság még egyelőre jó. Áramot prezentálni kell. Így, meg így. Itt kijövünk erre felé, és... Picit, ezért, miért nem mutatja építkezés közben, hogy beleépítettem az áramot, mindegy, nem baj, csak... Na, és akkor itt fognak jönni a mindenféle alkotó elemek. Az ott mit hoz? Nem tudom. Ja, szenet! Jó. Mindegy, elférnek az úton, tehát nincs velük baj. Ott jön a műanyag. És ezek a gyárak lesznek majd úgy modulárisak, hogy vonattal fogjuk cigölni, csak jelenleg még... Jelenleg még nem tudunk vonatozni. Jelenleg háztartási gépet gyártunk, hogy növelje a lakosságot. Szóval egy picit olyan mindenből is jobban hasonlít egyébként a szállítmányozási rendszere például picit hasonlít szerintem a Captain of Industry-hez, amiből úgy szintén pár száz fölötti rész volt szerintem, amit kiraktam YouTube-ra. Hogyha szeretitek az ilyen beülős, sörözős, építős, termelőset, akkor azt a sorozatot is érdemes végignéznetek. Picit hasonlít szerintem a Factorio-hoz, de annyiban már nem, hogy itt nem kell futószalagozni, ami egyébként szerintem nagy kár. De abból is van egy pár sorozatom, és még lesz is, mert a Factorio is kb. Örök. Lesz elég lakosunk? Azt nézem. Kapnak háztartási gépet, akkor nőni fog a lakosság szám. 164 a maximum jelenleg. De nyilván ezt akarjuk növelni. Nézem, hogy mennyi idő alatt nőnek föl, de hát még idő. Jó, adunk egy kis időt neki, amíg van ideje, addig a kutatásban nézünk, azt mondja, hogy kék kutatásban tudunk parkot építeni, az is fog kelleni. Jó. És lassan rá kell mennünk a zöld kutatásra, ami... Homok, kémiai anyag, meg a kék kutatás. Jó. Igen. Homok, kémiai anyag, az ez. A nem rézért volt ott neki, hanem mi volt neki? Az nem réz volt, hanem lerakok egyet, és akkor kiírja. Alumínium, igen, alumínium. És az alumínium, az úgy néz ki, mint a vas, csak világosabb. Tehát itt van, hogy a homok, kémiai anyag, alumínium, meg az egyes kutatási csomag, de azt majd ide fogja vonatozni egy körívbe. Jó, tehát akkor... Itt tök simán húzhatok utat. Nem most kapott vasút update-et az a Factorio, hanem már egy millió éve. Alright. Na és akkor a feladat a következő, itt valahol... Opa. Itt valahol félúton húzunk egy ilyen merőlegeset.
alumónium, izé. Jó. Itt összekötjük az úthálózattal, tehát bekötjük a rendszerbe. De piszkosul figyelünk rá, hogy nehogy véletlenül kitalálja a játék, hogy ott köti be a rendszerbe, ahol nekem útba lesz. Úgy. Oké. Na. Akkor azt mondja, hogy ipar, low-tech és vegyszerlabor. Ezt így. Javítottak a sineken? Nem tudom, mi volt baj a sinekkel benne, de mindegy is, tehát, hogy... Emlékszem, ebből sok kellett már a múltkor is. Úgyhogy kezdésnek is mennyiséget próbálok elhelyezni. Igen. 3-ot csinálok itt a leendő iparnak. Kémiai anyag megvan. Azt mondja, hogy alumónium bányászat. Megvan. És a kettő között kell... Ó, nem. Kell még emellett homokot bányászni, ha jól emlékszem. Vajon lesz-e elég homok a sivatagba? Itt az a nagy kérdés. Persze nyilván a nagy költői kérdés. Homokbánya. Homokbánya és homok, ez alumónium, vegyi anyag, meg egyes kutatási anyag, azt meg majd áttransportálja onnan a világ végéből kb. Oké. Csinálunk egy kis áramot. Nem venném a lelkemre, ha nem lenne árama. Vegyi üzemből elindultak, igen, itt most van némi forgalom. Ez az elején lesz ilyen nagyon sűrű, aztán utána nem lesz ilyen gáz. És a világ végéről fog jönni a zöld kutatási anyag majd, ami egy ilyen végtelen és tovább típusú, rettenetesen hosszú csíkban itt lehet látni, hogy jön. Jön, és nem ad teret a többi, a kék kutatási anyagnak. Vagy a kék kutatási anyag jön, és hát így gyűjti be. Gyűjti be ide majd szépen. És ahogy ide megérkezik, úgy egy kutatási laborba rögtön be is lehet csapni. És akkor majd lehet kutatni belőle zöld dolgokat. Zöld kutatásból ugye nekünk ami fontos, az a vonatokig eljutás, nagyon rövid időn belül. Úgyhogy...